Véget ért az elnök választás Tajvanon, a szavazatok összeszámolása jelenleg is tart. Elemzők szerint a voksolás elsősorban a Szigetország függetlenségéről szólt. Az eredményt Kína és az Egyesült Államok is érdeklődve várja. A Szigetország közelében ma több kínai repülőgép is, hadihajó is megjelent. Hosszú sorokban álltak az emberek a szavazóhelyiségekben Tajvan szerte. Kora reggeltől kezdve folyamatosan adták le a voksokat arról, hogy ki legyen a Szigetország új vezetője. Szakemberek úgy vélik, a szavazás elsősorban Tajvan függetlenségéről szólt. Mosolyogva integetett a kameráknak, mielőtt leadta szavazatát a jelenleg kormányzó Tsai Ing-ben. A 2016-ban az ország első női elnökének megválasztott demokratikus progresszív párti politikusnak két mandátum után a tisztségét már nem lehet meghosszabbítani. Az Amerika barát politikát az egyik legesélyesebb indulóként párttársa és a jelenlegi alelnök Lai Ching-te viheti tovább. A politikus arra szólította fel az embereket, hogy éljenek demokratikus jogukkal és menjenek el szavazni. Kína rossz szemmel nézi a demokratikus progresszív párt közeledését az Egyesült Államokhoz, ezért a választások előtt megfenyegette a Szigetországot. A kínai népi felszabadító hadsereg magas készültségben marad, és minden szükséges intézkedést megtesz szeparatista szervezkedések mindenfajta eltiprására, valamint a nemzeti szuverenitás és a területi integritás határozott védelmére, fogalmazott a kínai külügyminisztérium szóvivője. A Peking által preferált Hou Jui, a kínai nemzeti párt jelöltje is leadta szavazatát. A politikus kampánya során többször hangsúlyozta, hogy arra törekszik, hogy Tajvan erősítse kapcsolatát Kínával. A Külügyi és Külgazdasági Intézet Kína szakértő vezető kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a tajvaniak geopolitikai értelemben fontos döntés előtt állnak, az ország függetlensége nem kérdés. A legbelül lévő identitás problémákon túl azzal foglalkoznak, hogy muzsikál a gazdaság, milyen drágák a lakások, mekkora a munkanélküliség, és így tovább, és így tovább. Mindenki status quo párti, tehát senki nem akarja egy-két szélsőséges párt kivételével megváltoztatni most a szigetnek a státuszát, hanem a között lavíroznak a választók, hogy akkor most ezen a status quo belül, tehát hogy megmarad ez a kvázi különállóság, most ebbe az irányba menjünk, vagy abba az irányba, de a legfontosabb igazából a tajvani választóknak is az, hogy a életszínvonaluk emelkedjen. A szavazatok számolása jelenleg is tart, nem hivatalos végeredmény szombat estére várható.